Most még üresek az új kennelek a Csatorna utcán, de hamarosan kiskutyák veszik birtokba. A kennelekben elhelyezett házak infrafűtéssel rendelkeznek, a meleg megtartásáról pedig műanyag nyílászáró és hőszigetelés gondoskodik. A kölyök kutyák csak átmenetileg lesznek itt, így betegség esetén nem fertőzik meg a többieket. Májusban kezdődött ez az építkezés, az új kölyök karanténunknak az építkezése, úgyhogy az utolsó simítások azok ma hajnalban történtek meg a karanténon. Ezt ma átadjuk, ezt ugye gyakorlatilag majdnem 100%-ban a látogatóinknak, illetve a támogatóinknak köszönhetjük. A kölyökház 1,7 millió forintba került, ebből 1,2 milliót adományokból gyűjtöttek össze, amelyből 500 000 egyetlen család adományozott a menhelynek. Ők szerettek volna a háttérben maradni, de az állatok karácsonyán újabb 250 000 forintot adtak a házikó projektbe, így az aznapi adományokból összesen 8 új hőszigetelt kutyaházat tudnak vásárolni. Az anyagi támogatás mellett természetesen az állatotthon lakói is kaptak ajándékokat, főleg tápformájában. Csak a kutyáknak közel 2 tonna száraz táp gyűlt össze. Évközben is rengetegen jönnek azért, főleg hétvégén sétáltatni adományokat hoznak. Viszont ez egy olyan nap, amikor gyakorlatilag a legtöbb tápadomány érkezik. Ezzel általában azért márciusig ki szoktuk húzni, tehát tényleg egy nagyon jó mennyiség szokott jönni. Tavaly évben körülbelül egy tonna, egy kicsit több, mint 1 tonna száraz tápadomány érkezett, plusz konzervek. Már most gyakorlatilag hetek óta érkeznek folyamatosan a csomagok, az ajándékok. Aki nem tudott ma eljönni, az korábban hoztak ide, jelezték, hogy jövő héten is fognak még érkezni, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Ezt a hálát pedig 25 liter forralt borral, 100 liter forró teával, 10 kg hagymás zsíros kenyérrel és körülbelül 400 lángossal fejezték ki az Állatbarát Alapítvány munkatársai.